Pásztor Albert a kampányban bizonyítani fogja, a szabadság és az emberi méltóság tisztelete is szülhet rendet, mondja a Demokratikus Koalíció. A párt szerint a volt rendőrkapitánynak nincs köze a rasszizmushoz, elkötelezett baloldali demokrataként ismerték meg. A DK szerint Miskolcon drámai a politikai helyzet. Egyetlen más magyar nagyvárosban sem élvezi a Fidesz és a Jobbik egyként cigányellenes politikája a polgárok majd kétharmadának támogatását, tették hozzá. Itt ül velem szemben Debreceni József, a Demokratikus Koalíció alelnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ma már Tobias Józsefet kérdeztem a devizahitelesekkel kapcsolatos parlamenti szavazásról, ők megszavazták, önök tartózkodtak. Fodor Gábor volt az egyetlen a liberálisok képviselője, aki nemmel szavazott. Ezt a döntést hogy hozták? Hát mivel én nem vagyok tagja... Most a pártot képviseli természetesen, de biztos tisztában van, hiszen erről sokat beszélni. Ennek a tartózkodásnak a pontos indoklását nem ismerem, tehát erről nem tudok most beszámolni. Ezzel együtt a DK-nak az az álláspontja, amit ön is természetesen jól tud, hogy a kúria döntését semmibe véve a teljes költségét a bankrendszerre terheli ez a törvény. Ugye a törvény elvileg a kúria döntését maximálisan figyelembe véve született meg. Hát úgy tűnik, hogy ennek alapján csak ugyan, tehát nem valamiféle teher megosztás, mondjuk a kölcsönt igénybevevők köztük méltányossági szempontok alapján válogatva, hogy kivette igénybe mondjuk a devizahitelt valami nagy esetleg bérbeadandó lakás céljára, vagy második lakásra. Van, aki áruhitelre vette vissza, és így tovább. Tehát pusztán a bankokra terhelni ezt a dolgot szerintünk méltánytalan. Azokkal az állampolgárokkal szemben is, akik hát nem vettek fel ilyen kölcsönt, hiszen ez nyilván adó forintokból fog majd terhelődni, illetve hogyha a bankokra terhelik, hát akkor a bankok pedig, mint tudjuk, az ügyfelekre, a saját ügyfeleikre fogják ezt vissza. Én azt hiszem, hogy az lehet a méltányosságnak a fokmérője, hogy olyanokkal szemben, vagy olyanoknak kell segíteni, akiknek a lakhatása kerül veszélybe ezáltal. Tehát elsősorban nekik kéne az államnak, illetve hát valamennyire a bankoknak is méltányosan eljárni. Mielőtt ezt a gondolatmenetet elkezdte, arra gondoltam, hogy végülis nagyon hasonlóképpen érvelt, mint Tobias József pár perccel ezelőtt, de ezzel egy picit nagyobb érzékenységgel tett még tanúbizonyságot, hogy megint azok eshetnek ki mindenből, akik a legelesettebbek és a legkiszolgáltatottabbak, hát ha most nem ezúttal. Visszatérve egy másik olyan témára, amelyben hasonlóképpen vélekednek a szocialistákkal, és másképp, mint az Együtt PM. Pásztor Albert miskolci polgármester jelölt ügye. Azt mondták önök, hogy bizonyítást várnak arra, várják, hogy ő most bebizonyítsa a kampányban, hogy a szabadság és az emberi méltóság tisztelete is szülhet rendet, ezt képviseli Pásztor Albert. Amikor ezt olvastam, azon gondolkoztam, hogy miféle bizonyítást várhatnak tőle az elkövetkezendő hetekben. Tetteket, másképp megfogalmazott szavakat? Hiszen ő neki van egy története, nagyon sokan azért állnak mellé, nagyon-nagyon sokan, mert hiteles, hatékony és demokrata közéleti szereplőnek tartják. Nagyon sokan állítólag azért állnak mellé, mert rasszistának tartják, hiszen a Jobbik is támogatja. Fogalmam sincs az igazságról. A Jobbik támogatja? Kérdésem, hát ugye a Jobbik sem gondolja azt. Tehát úgy fogalmaztak ugye a fideszesek, hogy most már olyan jelöltet állítanak önök ki, aki nem a saját soraiból való a baloldalnak, tehát máshova sorolják. Hát ez csak annyit jelent, hogy nem MSZP-s, nem DK-s és nem Együtt PMS, hiszen ugye eredendően hárman támogattuk őt, semmi többet. Tehát erről a Jobbik támogatására nem lehet következtetni. Szerintem a Jobbiknak ez elég nagy nehézséget okozna, hogy ők mondjuk Gyurcsány Ferenc pártjának jelöltjét, vagy... Ebben teljesen igaza van. Akkor visszatérve arra, hogy mit kellene neki bizonyítani, mit kellene magyaráznia, tennie abban a helyzetben, amiben most ő van. Igen. Hát ez a közlemény, én úgy gondolom, hogy arra irányul, hogy a publikumnak, illetve mindazoknak, akik kétségbe vonják az ő demokrata voltát, nem hogy kétségbe vonják, hanem hát rasszista bélyeget sütnek rá, most már a DK-ra is, meg a MSZP-re is bizonyos, általam egyébként nagyon tisztelt publicisták, olvastam ma ilyen írásokat.
Sőt, tegyük az, hogy 2009. februárban ön egy nagyon körültekintő, hosszú írást írt már arról, tehát nagyon következetes az álláspontjában Pásztor Alberttel kapcsolatban. Akkor is kiállt mellette, és cizellálni akarta azt, hogy mit gondolunk valakiről, aki mond valamit, hogy rasszista vagy nem rasszista. Tehát ezt nem először mondja ön el. Így van, én akkor nem Pásztor Albertet akartam megvédeni, akit hát egyáltalán nem is ismertem akkor még, nem, hanem... Nem, vitát nyitni erről a problémáról. Azok a támadások késztettek írásra, amelyekben hát én időnként mérhetetlen túlzást, csúsztatást a Pásztor által tett kijelentésektől fényévekre való eltávolodást láttam. Körülbelül így szólt ezeknek az érvelése, hogy Pásztor azt mondta, hogy minden bűnöző cigány, ezt könnyen megfordíthatjuk úgy, hogy minden cigány bűnöző, és akkor hát ezekkel szemben volt, aki eljutott az Endlösungig, a végső megoldásig, és ott rasszisázták. Hadd mondjam el azt, hogy mi az a rasszizmus, mert hát ez egy borzasztó súlyos bélyeg, és hát ezt rásütni akárkire, ehhez igen nagy hát okok, indokok kellenek. Ugye rasszista az, aki először is úgy gondolja, hogy nem egy emberi faj van, egy egységes emberi rassz, hanem hát a fehérek, a feketék, sárgák, stb. Külön rasszot képeznek, és hát ezeket nyilván nem tartja egyenlő minőségűnek. És különféle tulajdonságokkal bírnak ezeken. Sőt, mondjuk a fehéreken belül is hát vannak különféle fajták, mit tudom én, hát az árják, nem árják, zsidók, cigányok, stb. És ezeket is alacsonyabb rendű, meg magasabb rendű fajokra tartja. És úgy van, ahogy mondja, hogy az egyénre is, vagy az egyének csoportjára is hát úgy gondolják róluk, hogy az ő fajtabeli jegyeik, amik hát ilyen vérségi, származási alapon determinálják őket, hát azok meghatározzák az egyéneknek a cselekedeteit is, meg a csoportoknak a cselekedeteit is. Tehát egy tipikus rasszista mondat, hogy mit tudom én, a cigányoknak a vérükben van a bűnözésre való hajlam. A rasszizmusnak a legretteretesebb, végletekig vitt válfaja ugye ez a nácizmus volt, amikor hát eljutottak a kártékonynak tekintett népeknek a szisztematikus kiírtásáig. Na most nem hogy ilyesmit, hanem a Pásztor mondataiban semmiféle olyan kijelentés, utalás nincs, amire a rasszizmusnak az árnyéka vetülhet. Három dolgot mondott ő annak idején, ami nagy felháborodást váltott ki. Egyrészt azt mondta, hogy az elmúlt két hónapban, az ugye ez egy rendes sajtótájékoztató volt, ahol beszámolt szokás szerint a rendőrség működéséről, az összes közterületi erőszakos rablás elkövetője mind cigány származású volt, konkrétan 8. Én ezt még csak statisztikai adatnak sem, nem, roma számláló kapitányról beszéltek. Ezt egy kérdésre válaszként mondta? Nem, hát beszámolt a rendőrség munkájáról, hogy 8 földerített erőszakos rablás történt a város területén, nyílt téren. Anélkül, hogy állást foglalnék abba, hogy helyes-e megmondani a származását a bűnökövetőknek, vagy nem, az Egyesült Államokban mindig elmondják, Magyarországon törvény is volt, hogy tiltotta ezt, a sajtó is másképp kezeli, tehát anélkül, hogy erről beszélnénk, ő neki felhatalmazása, vagy joga volt arra, hogy ezt elmondja, vagy csak fontos volt számára, hogy elmondja? Ezért kérdeztem azért, hogy kérdésre válaszolta ezt. Miért kellett ezt hozzátenni? Erről fog beszélni mindjárt, csak hadd mondjam el még a másik két kijelentést is. Ez egy olyan egyszerű kijelentés, mint hogy azt mondom, hogy 10 új van a két kezemben, tehát hogy mondjam, tehát ehhez nem kell roma számlálás, meg nyilvántartás. Nem feltétlenül, mert mondhatta volna azt is, hogy az elmúlt két hónapban az összes elkövető rövid hajú volt. Vagy magas sarkú csókát hordott. Tehát hát most sarkított természetesen, de nem véletlenül mondta ezt el. Hogy ebbe állást foglalni, mert nem tudom. Akkor maradjunk ennél az első kijelentésnél. Teljesen igazam van abban, hogy ez egy problematikus, nagyon problematikus kijelentés, különösen egy állami tisztség betöltőjétől, amelyek ugye hát ráadásul az erőszak alkalmazás monopóliumával rendelkezik. Joga volt erre, oka volt erre, felhatalmazása oka volt, ő erről beszélt. Ugye mindenekült azért problematikus ez a kijelentés, mert hát az a mindenki által tiszteletben tartandó liberális alapelv, amit csak tisztességtelen ember vonhat kétségbe, az úgy hangzik, hogy senkit nem érhet hátrányos megkülönböztetés
a származása okán. Ebből ugye az következik, hogy nem is illik, nem is szabad bárkinek a származását megjelölni. Így van, ugyanakkor önök azt is mondták, hogyha nem beszélünk Amerikában mondja, hogy ezt megteszik, de hát mondjuk a rendőrségi munkát figyelembe véve, hogyha mondjuk egy áldozat, akit leütöttek a durvuló erőszak is arra ösztönözte őt annak idején, hogy erről beszéljen. Ő azt mondja a rendőröknek, hogy egy piros dzsekis, cigány, fiatalember, mit tudom én, középtermetű ütött engem le és rabolt ki. Most a körözést adnak ki a elkövető ellen, akkor hát nem, hogy mondjam, rendőr szakmailag nonsense, hogy azokat a személy leírásának, hát mondjam, azokat most a fontos elemeit. Világos, igen, tehát ez a rendőr szakma. Mondom, egyébként problematikus, és problematikus az is, hogy igen. Ez volt az első kijelentés. Jó, engedem, hogy mondja tovább. A második ugye az volt, hogy a bűn elkövetés célterületei között tett különbséget, és hát ezt is etnikai csoportokhoz kötötte. Azt mondta, hogy a bankrablások, pénzintézeti rablások és a benzinkút rablások azok, amelyeket magyarok követnek el. Ez például mindjárt egy rossz mondat, ez egy hibás mondat, hiszen ha már mondja ezt, akkor azt kell mondani, hogy a nem roma származású magyarok. Ügy, mert használják a magyarokat világos. Még a romák. Igen, hát persze, de persze szerencsésebb lett volna. És a többi, tehát például az utcai támadások, vagy amit tudom én, betörések, azok pedig hát szinte kivétel nélkül, vagy gyakorlatilag lényegében azokat a cigány származásúak követik el. Ugye ez volt a másik dolog. Ami, sőt, folytathatnánk a bűncselekményeket. A fehér galléros bűnözők között nagyon magas számú a politikai befolyással bíró személyek. Igen, de hát itt a Miskolci rendőrkapitány számolt be a Miskolci rendőrség munkájáról, és hát, hogy mondjam, Miskolcon a fehér galléros bűnözésnél hát annak idején sokkal akutabb problémának csak tűntek ezek a durvuló. Csak úgy hozzákottam tenni egy másik bűnözés csoport, egy másik csoport rovására. Ugye itt, amikor azt mondja a rendőr, hogy a bankrablások meg a benzinkút, ennek ugye elsőbb a rendőr szakmai indokoltsága lehet, hiszen hogyha kiraboltak egy bankot, akkor a rendőrségnek nem kell arra energiákat fordítani, hogy a romák között keresse az elkövetőket, mert ez tipikusan nem jellemző rájuk. Lehet persze olyan következtetésre jutni, mint az általam végtelenül őszintén tisztelt Mihancsik Zsófé, aki azt mondja, hogy hát ezzel azt akarta sugallni, hogy a derék magyarok azok a multikat, meg a mit tudom én, magánembereket nem rabolnak, akik meg is érdemlik, de nyilvánvalóan nem gondolt ilyenre Pásztor, vagy hát hogy mondjam, nagyon erős bizonyítékként az, hogy ez egy nem jó hiszemű feltételezés. Mi volt a harmadik? Azt mondta, hogy szó szerint idézem, a kisebbségi nemzet társainkkal nem megy az együttérés. Erre zúdult a legtöbb vád. Így van. Na, ez a lényeg. Nézzük ezt. Ugye, csak röviden, mert mindjárt vége a műsornak. Abszolút igyekszem röviden. Először is azt mondják, hogy ez általán a cigányságról beszélt. Eltekintenek a beszédhelyzettől és a kontextustól, a szövegösszefüggéstől. A miskolci rendőrkapitány a miskolci helyzetről beszélt, az Avasváros részről és azokról a problémás gócokról, ahol, tehát nyilván nem általában a cigányokról, hanem, és aki azt mondja, és azt mondja, hogy kirekesztő. Hát könyörgöm, aki azt mondja, aki nemzettársainknak nevezi a cigányokat, hát az nem kirekesztő, hanem befogadó. Itt tényleg végképp cserbe hagyta a józanítőlő képességük azokat, akik őt rasszistázták. Ismerjük a nemzeti kirekesztés mondatait, a haza nem lehet ellenzékbe, a baloldal rárontott a nemzetére, de hát ez nem Pásztor Albertől származik. Én személyesen is volt szerencsém megismerni, a felesége egy olyan iskolában tanít, igazgató, ahol rengeteg róma gyerek jár, ismerje őket, szeretik, tisztelik. Tehát én azt tudom mondani, hogy minden tekintetben számomra abszolút fedhetetlen, és én a végsőkig kiállok Pásztor. Én meg azt szeretném nem csak önnek, hanem a nézőknek is elmondani, hogy abban a szerencsében van részünk, hogy jövő héten megtisztel minket Pásztor Albert itt a stúdióban. Úgy. Egy mondatot még mondhatok? Legutolsó. Én egy olyan pártnak vagyok a tisztségviselője, amelynek az elnökét, mert szokták ezt mondani, hogy a pásztor a hazugság szimbóluma vált, még ha akármilyen ártatlan is, Gyurcsány Ferenc a hazugság szimbóluma vált, neki is volt egy-két rossz mondata, hazudtunk reggel, éjjel meg este, de hát ez egy hamis bélyeg rajta is nyilvánvalóan, tehát egy ilyen pártnak és annak a tagjának még inkább szerintem ki kell állni a méltányosság és az igazság nevében Pásztor Albert mellett. És örülök, hogy Pásztor Albert
Robertnek lehetősége lesz itt is beszélni a saját maga nevében, annak pedig külön, hogy most önnel egy kicsit tágabb összefüggéseiben tudtunk arról beszélni, hogy okot és okozatot ne keverjünk össze, rasszistát, nem rasszistától hogyan lehet megkülönböztetni, és mindaz, amit eddig elmondott.